Sziasztok! Az Ego kurzust hallgatjátok, Kesszel Krisztina vagyok, a mai vendégem. Kukorelli Endre, író, költő, újságíró, igen, és részben politikus. Szia! Szevasztok! Szia! Na, én azt szerintem egyből szeretnék belevágni a legközelebbébe a dolgoknak. Szerinted mi a legnagyobb baj az emberi léttel? Mi az a nagyobb baj. Probléma? Hát a legnagyobb probléma az... az, hogy nem tudjuk rendesen élvezni az életet. Tehát tulajdonképpen mindenre meg vagyunk tanítva, mindenre, szóval az iskola például baromi sok mindenre megtanít, legelképesztőbb dolgokra is. Például nem tudom, miért kell a kovalens kötést megtanulni, de megtanul a kovalens kötést, és így tovább. De egyet tuti nem tanulsz meg, hogy mit kezdjél magaddal. Tehát, hogy mit kezdjél azzal az x millió másodperccel, amit a Jóisten vagy a fölsőbb hatalmak a rendelkezésedre bocsátottak. Ez a legnagyobb probléma. Tehát itt mindenki, mindenki valami módon be van állva egy ilyen kötelesség jellegű valamiben, bele van merevedve, tehát, hogy muszáj ezt megcsinálni, muszáj leérettségizni, muszáj egyetemre mennem, muszáj munkahelyem legyen, vagy pedig épp ellenkezőleg azt mondja, le van minden szarva, és mindent elenged, saját magát engedi el ezzel. Tehát vagy ezt csinálják az emberek, vagy azt, tehát ez a két véglet van. Tehát vagy rohansz a dolgod után, mint egy ilyen elmebeteg, tényleg, mint a... Tudod, hogy van ez a, hogy az agárversenyeknél fölraknak egy ilyen műnyulat, biztos láttál ilyet. Igen. És akkor a hülye agarak meg rohannak a műnyul után. Tehát, hogy ez van egy ilyen rohanás, egy ilyen virtuális valami után, amit már sose fogsz elérni természetesen. Vagy pedig az van, hogy ezt feladod, mert nincs benned elég tesztoszteron, vagy ambíció, vagy nem tudom mi, és akkor nem csinálsz semmit. De és az előbb azt mondtad, hogy az emberek nem tudják, hogyan kell élvezni az életet. Tehát lehet egyáltalán az életet élvezni? Hát nézd, abszolút van egy zsigeri idegrendszered, ugye? Igen. És az erre van kitalálva, hogy különböző érzetekre reagál, hogy így mondjam, rezonál. Tehát fájdalomra, meg a napsütésre, meg a szexre, uh-huh, meg a jó kajára, meg arra, hogy mit tudom, beléd rúgtak a villamoson, ráléptek a lábadra, és így tovább. Tehát mindenkinek van zsigeri idegrendszer, ez nem egyáltalán nem intelligencia függő, tehát ez a 2-3, nyilván ilyen nincs, de a nagyon kis IQ-val bíró emberek számára is adott, ugye? És ennek megfelelően tudsz élvezni. Na most, hogyha ügyes vagy, és ügyesen készítettek föl, hogy tényleg jó a génállományod, illetve normális minimum, és apukád, anyukád, illetve az iskola úgy alakítja az életedet, hogy úgy kezd téged programozni, hogy erre az élvezetre fog rá állítani, tehát hogy mindig keresd az élvezeteket, akkor tulajdonképpen az életed elég jó lesz. Tehát akkor kifogsz, akkor nem süllyedsz bele ebbe a társadalom által durván ajánlott ebbe a siránkozásba. Ugye van egy magyar siránkozás, egy panaszkultúra, egy jammerolás, nézd meg mindenkit, hogy mindenki búval baszott arca, mászkál, meg lóg az orra, meg hú, de drága a gáz, meg mindenféle bajunk van, ugye télen, nyáron nagyon meleg van, télen nagyon hideg van, ősszel esik az eső, soha sincs egy jó idő. Biztos ismer ezt a ritmust, tehát tulajdonképpen erre vagyunk ebben a társadalomban így beállva, és ez nagyon jó, ebből kéne kijönni, és ebből kéne kikászálódni, hogy így mondjam, és mindenki természetesen saját sorsának a kovácsa, tehát mindenki felelős azért, hogy milyen az arca, és hogy milyen a kedi állapota. De az élet élvezete az egyben az élet értelme is? Hát úgy külön nincs az életnek úgy ánzik, tehát így magánvaló értelemben nincs értelme, az értelmet azt te tulajdonítod neki, hogyha jó vagy kiképezve, vagy így mondjam, fölkészítve, akkor meg fogod találni az életed értelmét. Abszolút. Tehát ezt meg lehet oldani. És ajánlom is, hogy old meg, hogy oldja meg mindenki, baromi gyorsan. Tehát akinek még nincs meg ez, akkor az nagyon gyorsan
keressen valami olyan dolgot, olyan foglalatosságot, ami őt permanensen teszi boldogát. Tehát nem olyan módon, hogy na most úgy jó lenne egy új kocsi, és akkor veszek egy új kocsit, és mikor megvan az új kocsi, akkor érzek egy ilyen űrt, mondhatatlan űrt, hogy Madácsot idézzem, ugye, mert már megvan, és akkor most hirtelen jön egy ilyen szomorúság, hogy úristen, megvan a kocsi, most mihez kezdjek? Tehát nem ilyenre gondoltam, hanem egy olyan dolgot, ami teljesen egy ilyen hálót rak alád. Tehát egy olyan elfoglaltságot kell keresned, amit akkor is csinálnál, hogyha nem fizetnének érte, ha neked kéne érte fizetni, hogyha fejjel lefele lógnál egy elsötétített terembe, akkor is tudnád csinálni. Neked ezek mik? Hát nekem mondjuk az írás ez. Az írás. Meg az evés, meg a nők? Hát én mondjuk egy ilyen hedonistának gondolom el magam, tehát én imádom a fent említetteket, és még más dolgokat is, futball, meg még van egy pár ilyen dolog, de alapvetően ez az írás dolog, tehát az, úgymond az irodalom nekem egy ilyen háló. Tehát, hogyha minden rosszul alakul, na, mondjuk, egy nő se nézne rám, és mondjuk baromi szegény lennék, és csak zsíros kenyeret tudnék enni, akkor is jól érezni magam. Mert hogy van ez az írás dolog, és ez állandóan megvan. Tehát én nem írok állandóan, félre ne értsd. Egyáltalán nincs egy ilyen, talán vagyok mániákus, de ez egy standard valami, és ez kvázi akkor is írok, amikor nem jut eszembe, mert így van az életem beállítva, erre van úgymond beállva az életem. De számodra ez egy magadnak való leírásra való kényszer, vagy egy közléskényszer a külvilág felé? Nincs, hát köszönképpen nincs ilyen közlés ingerem sem feltétlenül, tehát hanem... Magadnak is írnám. Így van, tehát ez így igazából mindenki... Ugye én zárójelben mondom, hogy én kb. 20 éve ezt tanítom is, nem csak csinálom, tehát ilyen kreatív írást tanítok, van különböző szemináriumaim, és a Facebookon meg lehet találni, Kukorelli Endre író szeminárium, aki akar, az jöjjön, nagyon jó kis társaság van, meg minden. Elég sok ember jár oda, olyan emberek, akik hasonló problémákkal küzdenek, mint én, tehát hogy kell normálisan leírni egy mondatot. És ezt egyébként mindenkinek csak merem ajánlani, nem azt, hogy járjon hozzám, bár azt is, de azt mindenképpen, hogy írjon. Tehát azt, hogy írjon valaki, aki hallja, hogy át, tehát ezt csináljátok. Tehát írjatok minimum naplót. Tehát naplót az abszolút kutyakötelesség lenne mindenkinek írni. Tehát én lennék a góri, akkor azt ilyen iskolai tantárgynak tenném. Nem ugyanolyan tantárgynak, amelyiket ellenőrizni, vagy naplót azt nem lehet ellenőrizni, de a naplóírás az egy nagyon, nagyon alap dolog. Tehát az ember ír, akkor hirtelen rengeteg minden megváltozik, az egész a léthez, ugye azt kérdezted, hogy élünk, meg hogy kéne élni, hogy milyen az egész, illetve ezt én mondtam, te azt kérdezted, hogy mi a legnagyobb baj, tehát például az írás, az tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy valamilyen szinten, most talán furcsa lesz, amit mondok, megoldja az életedet. Tehát egy tuti, hogy nem lesznek ezek a rések. Tehát, hogyha te úgy érsz, hogy nincs egy ilyen alap valami foglalatosságod, mondjuk például az írás, amelyik betölti az összes rést, akkor ezt már az előbb elkezdtem mondani, csak nem fejeztem be, akkor állandóan ilyen rések keletkeznek a létezésedben. Tehát elérsz valamit, mondjuk bepasisztál például. És akkor van egy pasid, ugye? És akkor ez épi apacs, megvan ez a probléma, megvan oldva, hogy úgy mondjam, egyáltalán nincs megoldva, ugye? Mert az a pasi bármikor lelétszelhet, vagy te megunhatod, vagy... És akkor megint jön az űr, ugye? És ezek az űrök, ezek állandóan keletkeznek. Te elérsz valami célt, akkor utána abban század másodpercben keletkezik az űr. Még van egy ilyen kis eufória, jaj, de jó, győztünk, ugye? Például mondjuk, gondoljátok bele abba, hogy mondjuk egy színész, ugye? Először is ugye egy színész játszik egy darabban, és akkor már délután elkezdi magát beleélni, akkor bemegy az öltözőbe, ott már nagyon föl van spannolva, belökik a térbe, a színébe, akkor ott eljátsza, a végén már teljesen jó, ha jó a színész, jó csinálja, akkor ilyen eufóriába kerül, hiszen beleélte magát egy életbe, mondjuk Oidipus király életébe, és akkor hirtelen
azt vesz észre, hogy vége a darabnak, lemegy a függöny, és nagyon jól tudja, hanem is látja, hogy az emberek, akik addig tátott száján nézték őt, most azzal foglalkoznak, hogy ki tud előbb oda kerülni a ruhatárhoz. Mm. Tehát megy egy ilyen ruhatári tülekedés. Magyarul az egész le van szarva. Most akkor a szerencsétlen színész mit csinál, ugye? Hirtelen keletkezik egy ilyen űr a létezésében, ugye? Igen. Ezt nem lehet kikerülni. Akkor a maximum azt tudja csinálni, hogy bemegy vagy van egy családja, akkor hazamegy, vagy ha nincs, akkor bemegy a büfébe, és ott leissza magát. Most kicsit túlzok, de ezt kell kikerülni. Tehát, hogy ne legyen olyan űr az életedben, hogy te hirtelen annyira elkeseredjél, hogy most mihez kezdjük az életemmel. Én ezt értem, csak én azt gondolom, hogy maga az élet az mindenképpen egy ilyen űr, és az ember betömködheti permanensebb dolgokkal is, mint például te az írás mondod, más embernek lehet, hogy ez nem működik, de van, aki sportol, vagy haverokkal. Jó, és akkor mi van, hogyha mondjuk sportolsz, és mondjuk lesérülök, veled is megtörténhet az, hogy Alzheimert kapsz, és nem tudsz írni. Jó, hát akkor viszont hello. Akkor az, jó, persze az életnek vége van. Tehát nehogy, tehát természetesen, csak addig, amíg nincs vége, úgymond, addig legyen egy ilyen olyan dolog is, ami minden körülmények, független nyilván az egészségi állapottól semmi sem független, de lényeg az, hogy amíg vagy, addig még magadnál vagy, meg minden, addig ki tud tölteni. Na mindegy, szóval kicsit hosszan válaszoltam el a kérdésre, hogy mi a legnagyobb baj. Szerintem ez a legnagyobb baj. Tehát, hogy mindenki valamilyen ilyen pótcselekvéssel, vagy cselekvéssel, de nem egy ilyen alapvető cselekvéssel, cselekvések szériájával történ az életét. Igen, de te azt mondtad, az előbb azt mondtad, hogy alapvetően az életnek nincs értelme, és ebből következik, hogy mindenféle pótcselekvések. Igen, de ugye tulajdonítasz neki, érted? Például... Te azt az értelmet tulajdonítod az életednek, hogy tudsz írni? Igen, tehát hogy olyan konstrukciók, nyelvi konstrukciókat állítok elő, amik még eddig nem voltak. Tehát mondjuk például lehet egy, tehát más stratégiák is vannak, tehát ilyen úgynevezett alkotói stratégiák, de valami ilyesmit nem állt, hogyha az ember talál magának. Mondom, a legnagyobb probléma ez a fizikai problémád van, az durva. Tehát, hogyha beteg vagy, az durva. Mm-hmm. Tehát most, de arról ne beszéljünk ebben a pillanatban, mert az akkor, mert az arra nincs ötletem. Arra nincs ötletem, arra csak az van, hogy gyerünk, orvosok, találjátok fel mindent, és iktassátok ki a rákot, meg a nem tudom, Alzheimert, stb. Mm-hmm. De az majd még 20 év múlva lesz. Tehát 20, te még bőven meg fogod élni, hogy örök életű lesz a Földön. Ja, ezt nagyon remélem. Tese? Azt nagyon remélem. Meg lehet, figyelj meg, tehát ez elvileg teljesen belátható szerintem, de erről inkább ne beszélek, mert nem értek hozzá, el sem. De minden esetre az van, hogy van egy szellemiséged, meg van egy lelked, ugye három lábon állunk, hogy úgy mondjam. Van egy testi mi voltod, egy szellemi, meg egy lelki mi voltod, és hát ezeket mind a hármat edzeni kell, hogy úgy mondjam, mert hogyha csak két lábon állsz, akkor segre se vagy pofára. A lelkit meg a szellemit azt nem lehet összevonni. Hát ez egybe van, tehát természetesen ezek így egymásba játszanak ezek a dolgok, de... Nem csak a lelki, az nem igazán található meg a testem belül, amiről beszélsz, nem? Tehát, hogy a szellemi az aggyal kapcsolható össze, és végül is a lelki is az aggya. Tehát ez nem tudom, ugyanaz. Minden az aggyal is összefügg. Azonban ez mind egymásra baromira összefüggenek. Én csak azt mondom, hogy van egy ilyen, alapvetően van egy ilyen testi mi voltod, és abba beletartozik például a zsigeri idegrendszer is. És tehát, hogyha te mondjuk művészettel foglalkozol, mondjuk vagy csinálod, vagy befogadod, kvázi mint egy táplálékot, hozzászólsz gyerekkorod, attól kezdve, hogy te műalkotásokat veszel be magadba, mint egy drogot, mint ilyen mindennapi drogot, vagy cigit, vagy piát, vagy nem tudom, mit csinál, az emberek azért szednek be magukba, ugye, hogy miért? Hogy jobban érezzék magukat, ugye? Mm-hmm. Tehát, hogyha te ráállsz erre mondjuk a műalkotások befogadására és beevésére, hogy így mondjam, akkor pontosan olyan drogos leszel, pontosan olyan dolgokat fogsz produkálni, olyan elvonás, például elvonási tüneteid lesznek előbb-utóbb, hogyha nem kapod meg a kellő adagot. Tehát pontosan úgy működsz, mint egy cigis. Anyukám, aki 94 éves, és lánc dohányos még mindig, és látom rajta, hogy
nem tud nem fölállni egy fél óra múlva a székéből, és nem kimenni oda, ahol szokott cigizni, és nem rágyújtani, mert hogyha ezt nem csinálna meg, akkor nem tudom, mi történne vele, tehát belehalna. Na, ez a 94 éves, és még mindig cigizik, akkor igen, ez így is hála van. Jó Istennek egyébként. Én el is sokat próbáltam ledumálni erről, de hát végül is rájöttem arra, hogy tök mindegy, mert most már neki ez így jó, de egyébként hát nekem meg már azért van, mert én meg nem csinálom, mármint nem cigizek, de ismerem a mechanizmust, illetve hát mindenki ismeri a mechanizmust, ezt a bizonyos függőséget, tehát hogy minden ember, antropológiailag vagyunk úgy beállva, hogy függők vagyunk. Tehát ugye az egyed, amelyik ez hiányzik, például az elpusztul, nem viszi tovább a génállományt, tehát biztos ismered, hogy megy elől a totyog, megy elől a libamama, és mögötte a kis libák, ugye, és akkor az egyik kis csávó, akiben túl sok az energia, meg a nem tudom mi, a vagányság, meg az egyeniség, az mit csinál ilyenkor? Lelétszel ugye a csoportból, nem totyog a mama után, hanem elmegy felfedezni a világot. És ezzel mi történik? Mi? Nem ismerem. Elpusztul. Ó. Oh. Hát nem? Mert előfordulhat. Elkapja a macska vagy a kánya. Hát ennyi egyszer, és nem viszi tovább ezt a génállományt. Tehát mi valamennyien, akik túlélők vagyunk, akik itt vagyunk ezen a világon, mi bennünk kőkeményen megvan ez a bizonyos függőségre való hajlam. Tehát bármitől függő lesz. És tényleg a komputerjátékoktól, a kártyán keresztül, és így tovább. Na most ugye vannak olyan függőségek, amik leépítenek, vannak, amelyek fölépítenek, de ugyanaz a mechanizmus. És mondjuk, ha te attól vagy függő, hogy olvasásmániás vagy, mondjuk, és nem bírsz meglenni könyv nélkül, vagy zenehallgatás nélkül, vagy stb. Akkor te, neked jó az életed, mert ezt egyrészt fölépít téged, struktúrál, szervez, megszervezi a lelkedet, a szervezetedet, az egész pszichoszomatikus struktúrádat megszervezi, tehát lelkedet, testedet, mindenedet, akkor lesz belőled egy ilyen normális, jókedélyű ember, aki nem fog összeszarni magát mindentől, nem lesz búvabélet mindentől, ami nem jön be neki, mert azt mondja, hogy oké, ez nem jön be, de majd legközelebb, és így tovább. De az élet értelmének a tükrében, amiből ugye kiindultunk, végül is teljesen mindegy, hogy az embernek a függősége pozitív vagy negatív, tehát építő vagy romboló, mert a vége az, hogy úgyis mindenki meghal. Na jó, hát és akkor hát most ezzel én ezt nem tudom megoldani, szóval ezt senki sem tudja megoldani. Persze, hogy végén meghalunk, sőt, még durvább, mert megbetegszünk, és megöregedünk, vagy hogy kell mondani, és aztán meg is halunk, tehát ez nagyon rosszul van kitalálva, ezzel egyetértek. Na de, és itt és semmi biztatót nem tudnék mondani, azon kívül, hogy hajrá suka, de hát addig, amíg ez nincsen, addig, legalább addig érez magad jól. Pusztán csak ezt akarnám mondani. Jó, ez nem egy rossz tanács, és akkor ennek kapcsán, a jó érzések kapcsán ugye neked köztudottan az egyik ilyen jó érzési vagy függőségi pont az a nők. És ért is téged néhány támadás, talán nem egészen jogosan, hogy alapvetően tárgyiasítod a nőket, és mivel utána néztem azért, hogy miket írta, rá lehet fogni. Azért lehet ezt ráfogni arra, amit írsz, mert hogy mint hedonista, kvázi élvezeti cikknek találod a kapcsolatokat is? Hát először itt két lépcsője van ennek a dolognak. Az egyik az, hogy van az 1003 című könyvem, amit tényleg megtámadtak eléggé, és méghozzá nem a könyvet, hogy van megírva, meg minden, hanem azt, amit az előbb így mondtál, hogy abban a beszélő, tehát aki elmondja, annak vannak olyan megnyilvánulása, illetve olyan részek vannak a könyvben, amiket lehet így is olvasni, hogy úgymond a beszélő tárgyiasít bizonyos nőket, na, stb. Tehát ez csak két probléma van, az egyik az, hogyha az ember normálisan olvas, nem előítélettel olvassa ezt a könyvet, akkor ugyanannyi részt talál benne, amiben ez nem így van, sőt, épp ellenkezőleg van. Tehát ugye van egy ilyen szerencsétlen vagy szerencsétlenkedő férfi beszélő, aki ugyanolyan szerencsétlen, mint a nők, szóval semmivel sem. Tehát egyáltalán nem ilyen durva macsó, vagy nem tudom micsoda. Ez egy probléma, hát a nagyobb probléma az pedig az, hogy az nem én vagyok.
Tehát hiába egy eszem első szemébe van leírva, de az nem én vagyok, nem az én saját életemet írtam le, vagy az életre, nem önéletrajzot írtam, meg ehhez hasonlót, hanem egy fikciót írtam, amiben egy beszélő elmondja a különböző nőköz való különböző viszonyait, az anyukájához, a testvéréhez, a X-hez, Y-hoz és Z-hez, illetve X, Y és Z-hez nincsen bennem, számok vannak bennem, ami miatt aztán még különösképpen kaptam a pofámra, hogy én úgymond nem is, tehát én nem neveket adok a nőknek, hanem számokat adok a nőknek. Hát pedig szerintem ez tök mindegy. Hát azokban az írásokban ez nem volt tök mindegy. Na mindegy, és ennek megfelelően az volt a legelképesztőbb számomra, és hogyha erre gondolok, hogy eszembe juttatod, akkor most is elképedek, hogy azok az emberek, akik írták ezeket a szövegeket, akik engem úgymond megtámadtak, azok nagyon jól tudják, hogy külön kell választani az írót és a szövegbeszélőjét, tehát aki beszél a szöveg, uh-huh. aki elmondja ugye a szöveget, ez két dolog. Tehát, és ők, ezek az emberek, ezek pedig ezt kvázi rám olvasták, mint az én primér, az én véleményemet mondtam volna el ott esetben. És akkor kiragadsz tudod ilyen szöveg összefüggésből, kiragadsz részeket, és akkor ki tudod mutatni, hogy én, tehát Kukorelli Endre, ugye, az hogy bánik, vagy hogy gondol a nőkre, ez egyszerűen annyira elképesztő, hogy... De akkor mondd el a hallgatóknak, hogy mit gondolsz a nőkről, tehát hogyha meg kéne fogalmaznod, hogy mi a különbség szerinted egy férfi és egy nő között, akkor azt meg tudod? Hát így röviden nem tudnám összefoglalni, de hát alapvetően annyi hogy hát ez így alakult, így biológiailag, hogy két cucc van, egy animus meg egy anima, ugye egy férfias meg egy nőies, ugye? És akkor tehát nem férfiak és nők vannak, ugye? Hanem emberek vannak, te meg én, ön meg te. És ugye az van, hogy egyes emberekben több az animus, mint az anima, és fordítva. És akiben több az animus, azt nevezzük férfinak. Akkor is, hogyha biológiailag nő? Hát általában a biológiailag nőkben több az anima. De vannak olyan, valamennyien ismerünk olyan nőket, akik szinte férfiasabbak, mint más férfiak. Ugye ezeket mindenki ismeri. Tehát van egy ilyen nagyon széles skála, tehát 100%-os animus és 100%-os anima, tehát olyan egyed, amelyik vagy aki teljesen női, vagy teljesen férfi, olyan nincsen. Ugye csak az egysejtűek. Tehát van a hímivar sejt, az teljesen animus, és a női petesejt, az meg teljesen anima. Kicsivel bonyolultabb a dolog, ugye bonyolultabb szervezések vannak, akkor már keveredés van. És az emberekben általában van egy ilyen, mondjuk csak hasamra ütök, nem értek hozzá se nagyon, de van egy ilyen 30-70 leosztás. Akkor van, akinél 40-60, és így tovább, tehát van a 50-50, tehát még ilyen is van, vagy megfordul az arány, meg minden. És akkor ennyi a különbség. Ugye van egy ilyen, hát ez amit a kínaiak is a yin-yang-gal írnak rá, és így tovább, ez animus, anima, ez jung, yin-yang és jung, ezt most mindenki össze fogja keverni, még én is. Tehát, hogy Jung nevű pszichológusnak van ez a kategóriája, ez az animus anima, tehát ez azt jelenti, hogy a férfias, ugye, férfiasság, férfiasság, nőiesség, ugye, ezek principiumok, ugye, és ezek a principiumok vannak minden élőlényben összekutyulva. Igen, akkor... nem értem, hogy ez a dualista szemléletmód, ez miért tartja magát ennyire erősen az emberekre nézve. Nyilván van férfi és van nő, na de ugyanilyen módon van gyerek és van öreg, van okos, van buta, és nem szoktuk az embereket minden szempontból beosztani két kategóriába. Ez a férfi-nő kategória, holott jó, valamennyire látványos, de szerintem kisebb különbség van egy csecsemő és egy 90 éves ember között, mint két 50 éves, egy férfi és egy 50 éves nő között. Már egy nagyobb. Megjelenésileg, ja, igen. Igen, azt akartam mondani. Hát persze, azért mondom, hogy most ami a dualisztikus, vagy ezt a bipoláris rendszert illeti, ezt a két osztatúságot, ugye, hát tulajdonképpen nagyjából így gondolkozunk. Tehát, és ebben van valami, tehát ez a én más, vagy jobb oldal, bal oldal, vagy egy jobb oldal, egy bal oldal, jobb agyféltekét, bal agy, alf,
agyféltekéd, van fent, lent, az elektromosságban van pozitív, negatív, és de tulajdonképpen minden a létezés furcsa módon így szerveződik, ilyen hát, vagy a 0-1, ugye 0-1, 0-1, ugye a digitális világ is így szerveződik ebben a konstrukcióban, és ugye minél bonyolultabb egy szerveződés, mondjuk egy ember az nagyon bonyolult, ott annál kevésbé stimmel ez a dualizmus, úgyhogy teljesen egyetértünk. Azért mondom, hogy emberek vannak, és azon belül lehet mondani, hogy vannak férfiasabb emberek, és azokat nevezzük férfiaknak úgy nagyjából, és vannak nőiesebb emberek, és azokat nevezzük nőknek, ugye? És tulajdonképpen az a jó, hogyha ez a különbség szignifikáns. Ugye ez szignifikáns a különbség, az eltérés, akkor nagyon jó, ugye? Mert minél különbözőbb valami, annál nagyobb a vonzás. Ez egy fizikai törvényszerűség. Minél a pozitív és a negatív fázis minél erősebb, annál inkább van egy ilyen őrületes ilyen vonzás. És minél inkább kiegyenlítődik ez a dolog, annál inkább a vonzás kezd ilyen gyengévé válni, és az senkinek se jó. Ugye az a jó, hogyha te meg én őrülten összevonzok egymást, tehát egyszer összecsattanunk, mint az állat, mert nem bírjuk ki a dolgot. Ez de a jó, milyen, mert ebből megy tovább az élet. De milyen nő az, aki akkor ezek szerint tőled annyira nagyon-nagyon kell, hogy különbözzön? Miben kell, hogy különbözzön nagyon ahhoz, hogy vonzó legyen? Hát ez, én csak összeg... Másképp kell, hogy gondolkodjon, vagy kinézzen, vagy hozzáállása kell, tehát hogy mi az a faktor, ami nem eldönti ez a kell, ezt? Vagy nem kell, ügy az érdekes, mert én nem mondanám meg senkinek, hogy így vagy úgy legyen, hanem az emberek vagynak valahogy, tehát valahogy vannak, ugye? Te is vagy valamiként, én is vagyok valamiként, ezen tudsz még kicsit dolgozni, és ráteszel, vagy leveszel belőle, és így tovább, ez nyilván ez is szocializáció kérdése, hogy 0 éves korodtól, vagy mínusz 90 napos korodtól fogva, hogy szocializálnak téged, stb. És akkor elkezdesz így rájönni arra, hogy az, ami benned a dominánsabb, mondjuk benned az anima, nyilván, az milyen jó. Ugye, mert mind a kettő nagyon jó. Tehát nem, hogy egyik jó, mint a másik, hanem mind a kettő baromi jó a maga módján, ugye? És hogyha te valamelyikre egy kicsit rágyúrsz, hogy így mondjam, akkor akkor valami jóra gyúrsz rá. Az a jó, az a nem jó, szerintem, hogyha ellene dolgozol valaminek, ami benne. Tehát, hogyha te nagyon vágysz valamire, és elkezdesz ellene dolgozni, akkor rosszul teszel. Tehát igenis, ha valami neked nagyon kell, akkor tessék arra menni. Az a utca szimpatikus neked, akkor menjél azon az utcán. Ez világos, azt szerintem nem egy bizonyítható állítás, hogy mind a kettő jó, mert hogy még az sem biztos, hogy mind a kettő létezik, de tegyük fel, hogy a túróban ne létezne, nem ez én... Hát lemodellezhetjük az embereket. Ne mondom, hogy nem értek hozzá, de nem, hát ez az, hogy a tesztoszteron van meg, nem tudom mi az egy kémiai ügy. Érted? Jó, hogy bennem több a tesztoszteron, mint benned, az kurva élet. Igen, csak te a animáról és animuszról beszéltél, tehát a lélek dolgairól, de vegyük úgy, hogy de nem, van. Hát az a lélek és test és szellem, ezt már mondtam az előbb, az egybe van, tehát csak mi ugye analitikusan vagyunk képesek gondolkozni, és ezért külön tudjuk elvileg választani a testet a lélektől, amelyik nem válik el, ami egybe működik, de mégis tudunk külön beszélni róla, érted? Mm. Tehát, de mindenen így vagyunk, ezért tudunk matematikát csinálni már mi emberek, és ezért tudunk elemezni mondjuk egy valami jelenséget, mert tudjuk elemezni, mert látjuk az elemeket benne, melyek külön úgy nincsenek, mert ha külön veszed, akkor az egész szétesne. Tehát, hogyha külön vennél egy agyautó egyben működik, hogyha, de mégis tudod, hogy vannak benne elemek, melyek összeműködnek ugyan, de meg tudod állapítani, hogy melyik elem működik funkcionálisan, és melyik diszfunkcionális, és azt az elemet tudod javítani. Azért, mert tudsz elemezni.
És de mindenki tud elemezni, hozzáteszem. Tehát ez megint nem feltétlenül. Nyilván egyesek jobban tudnak elemezni, mások meg kevésbé, de mindenki egy dankóros is valamilyen módon elemez állandóan. Tehát nem tudsz nem elemezni, ugye? Mert nem, mindig döntesz jó és rossz között, hogy megeszed, nem eszed, arra mész, nem arra mész, pisilned kell, akkor bemész a WC-be. Ezek mind elemzések tulajdonképpen. Nem lehet úgy, meg sem mozdulnod, hogy már az is egy elemzés, hogy milyen nadrágot vegyél föl. Vagy hogy most úgy érzed, hogy büdi vagy, és beállsz a zuhany alá. Ezek mind elemzések. Ez világos. Amíg én azt megemésztem, azt az elemzést, addig meg fogjuk hallgatni a belgának a számát, melynek a címét még mindig nem tudjuk, de majd rájövünk, és akkor folytatjuk. A füles bagoly épp zsírozattól lát, nem kell hozzá lámpa, sötétben is jól lát, végbeszélyben egy motozó pocok, bagoly köpetben korónak a porcok, kis ilyen kis péket, egy tan nagy bólik, elég neki fészek, nem kell neki holdik, mekkora nagy tüzes fejű királykoság, ez az erdőbe tarkított kultortáj, de minden alap nélkül vádolják meg, jól pusztítással az egerészen fed, próbáld ki, hogy teszel ki etetőket, majd csipogják a perebek, hogy maxi respect. Odóra derüljön, nem THM, a nemzeti park, nem a Harlem, nem számít ki búgos, füles vagy gatyás, az olajért a szárgyasok nem értják egymást. Vágó madár félék, kakók, alkatúak, szalonka félék, galamb, alkatúak, őszapó félék, bagoly, alkatúak, légykapó félék, sólyom, alkatúak. Nálunk gyakori a cserregő nádi poszáta, valamint az énekes nádi poszáta, általánosan elterjedt a nádi poszáta, az énekes meg a cserregő nádi poszáta, kisböcsök a mocsarakban megtelepszel, hazánkban is költesz évente kétszer, a fészkedhez kisböcsök jégé szára, levelet hínát is felhasználhatsz, kisböcsök a fiókáid gyorsan fejlődnek, fészekhagyók hamar önállóak lesznek, beérett a kertben a fincsi bocabogyó, éhes vagy kicsi rigó, hello fekete rigó, beérett a kertben a fincsi bocabogyó, éhes a kicsi rigó, hello fekete rigó, kedvence a bodza, lakhelye a dzsindzsa, tollazata sötét, tiszta fekete ninja, kedvence a bodza, lakhelye a dzsindzsa, tollazata sötét, tiszta fekete ninja. Vágó madár félék, kakók, alkatúak, szalonka félék, galamb, alkatúak, őszapó félék, bagoly, alkatúak, légykapó félék, sólyom, alkatúak. Clappy clap, clappy clap, clappy clap, clappy clap, clappy clap, clappy clap, gázlómadár szomszéd, clappy clap, takaros a fészked, clappy clap, ó a pici gólyáid, clappy clap, milyen gyönyörű-e? A gólya 70, nem egy hattyú 300, utána első a kesei 118, nyomában a sas 104 és a holló 100, oké, a liba is 100 és a bagó is lehet 100, szóval nem is egy kicsi kis pinty, ami csak 8. Hallod gólyán, egy kicsit haragszom el, mert a betonjárdámra leszartál, ha így folytatod őszre, ki fogja marni, kérlek figyelj oda, nem akarok betonozni. Láttam már május, clappy clap, végén repültek, clappy clap, egészen a tóig, clappy clap, és visszarepültek. Vágó madár félék, kakók, alkatúak, szalonka félék, galamb, alkatúak, őszapó félék, bagoly, alkatúak, légykapó félék, sólyom, alkatúak. Vágó madár félék, kakók, alkatúak, szalonka félék, galamb, alkatúak, őszapó félék, bagoly, alkatúak, légykapó félék, sólyom, alkatúak. Az még egy jó munka lehet ornitológusnak lenni.
egész nap a társadalán állom elmesélni magam. Hát igen, azt szoktam mondani, hogy minden jó, hogy az ember mániákus mániájává teszi. Tehát például szívesen lennék utcaseprő. Ha tudnál mániákusan seprni az utcát? Nem, tudnám. Tudnál? Tudnám. Tehát például én egy ilyen tisztaság, vagy rendmánia túlzás, de szeretem, a rend van. És kurvára utálom, hogyha az emberek eldobálják a cuccot, ami a kezükben van. És például már voltam, hogy sokszor voltam így szedni össze ilyen személygyűjtést. Ja, önkéntes? Igen, és azt egyszerűen annyira élvezem. Tehát komolyan így alig bírom abba hagyni. De otthon is mániákusan takarítgat? Hát nem mániákusan, de mondjuk otthon még arra gondolok, hogy jó, most jó lesz egy így, de... Én mindig úgy képzelem, hogy az írók azok ilyen viszonylag nagy kuplerájban laknak, és tele van rakva ilyen folyóiratokkal, meg újságokkal, meg mindennel az asztal. Szoktam rendbe rakni, hogy elér egy kritikus határ, kritikus kuplerájt. De hogy néz ki egy írói lakás? Van benne állat? Az nincs. Nincs benne állat? Hát nincs, mert végképp nem lenne időm, hogy még állatokkal. Pedig az élvezethez hozzátartozik az állattartás, ja, nem? Ez majdnem lett egy macskám, de aztán rájöttem, hogy ez bonyolult dolog a macska. Milyen dolog? Bonyolult. Hát igen, mert állandóan akkor vagy gondját kell viselni, vagy ezt hasonló. Hát, nekem van. Neked van? És nagyon-nagyon sok gond nincs vele. Azt leszel, hogy nézem, milyeneket csinál. De szerintem azt... mindent megért. Egyszer így ültem a kertesházban lakom, és ültem a így olvastam a kereskor, egyszer csak odaállt egy ilyen kis ekkora macska, és ilyen ellenállhatatlan elkezdett nyávogni. Hát én teljesen elájultam tőle, annyira édes volt, és akkor kihoztam neki valami ilyen kis szalámit összelavazdostam, és akkor megette, és én nagyon gebe volt szegény, és akkor visszaültem, és erre felhőlött, és ráült így a hasamra, és elkezdett így duruckolni, mert biztos, hogy ezek duruckolnak, és miért? Duruckolásnak mondod? Én dagasztásnak ismerem. Dagasztás, vagy duruckolás. Miért csinálja? Szerintem azt hiszi, hogy az az anyukájának a melle, és azt nyomkodja, hogy kijöjjön belőle a táj. Fej. De ezt a felnőtt macska is csinálja egyébként. Hát igen. Ez szerintem ilyen atavisztikus. Így van, elolvattam. Hogy ezt csinálja, és akkor mondtam anyukámnak, hogy van egy macskánk, és akkor mondta, hogy az nem olyan egyszerű egy macska, és akkor csináltam ki almot, meg minden. És azt hittem, hogy rendben van, de nem lett rendben, mert összeszart egy kupacokat szart a pincébe. Oh. Azt tetszett neki. Ojajajajaj. Úgyhogy, és akkor sajnos elajándékoztam, de nagyon fájt a szívem, mert nagyon édes volt. De hát akkor legalább jó helyre került, nem az utcára raktátok ki, az a lényeg. És akkor én picike volt, és akkor így este mondtam, hogy jó, hát akkor így nem hagyom, hogy kint legyen az udvaron, hanem beengedtem a lakásba, és akkor lefeküdtem, és így meg így ide feküdt a combomhoz, és én meg ilyen vigyázva feküdtem, hogy nehogy ráfeküdjek, tehát teljesen engedt, teljesen paralíz, teljesen így elérzékenyültem tőle teljes mértékben, és akkor így vigyázva elaludtam, és akkor éjszaka azt veszem észre, hogy mint az őrült lefelrohangál a lakásban. És akkor mentem ki, és oda szart ráadásul a... Még ezt is, jaj. A kőre. És akkor így tudod, mikor egy éjfélkor, vagy hajnali kettőkor a macska szart kell takarítanod, de pipa voltam, és akkor így mondtam, hogy kinyitottam az ajtót, és menjél ki. De utána meg ilyen lelkifurdalásom támadt, hogy szegény, hogy megeszik, vagy megbasszák, vagy nem tudom, ezt meg felcsinál. És annyira meg voltam érdve, és reggel viszont, hogy hallottam, hogy kaparja az ajtót, és akkor jaj, jó, akkor nem halt meg minden. Hát igen, ez így van, de itt azért a hallgatóknak el kell mondani, hogy a legtöbb macska szerintem szobatiszta, persze. Ja, ez most már ment. Persze, beszélek. Jézusom, de én csúnyán beszéltem. Lehet szerintem csúnyán beszélni. Ja. Na, mit mondasz, Péter, lehet csúnyán beszélni? Jaj, tudom, akkor... Szerintem lehet. Volt már olyan vendégünk, akivel az ürítkezésről beszéltünk egy 3/4 órán keresztül. Nem akartam csúnyán beszélni. Lehet csúnyán beszélni. Jó, tehát akkor azért itt valami kimaradt, mert ugye arról van szó, hogy tudják a hallgatók, hogy arról beszéltünk, hogy az életet hogyan lehet kitölteni, hogy úgy tűnjön
az embernek saját magának, hogy valami értelme legyen ezek. Erre te azt mondtad, hogy az írás, az evés és ezt a nők. Ezt tényleg mindenkinek merem ajánlani, ezt az írás dolgot, mert az írás egyfajta ilyen tükörfunkciót lát el. Tehát ugye az van, hogy az ember néz bele a tükörbe, mert állandóan el van bizonytalanodva. Tehát az a jó, hogyha az ember néz a tükörbe. Ugye ez nagyon fontos. Tehát, és méghozzá ne úgy néz a tükörbe, hogy ne csak úgy néz, hogy áll a make-up, meg minden, mert az persze fontos, de ajánlatos néha úgy is benézni a tükörbe, hogy csak úgy belenézel, úgyhogy hirtelen. Tehát például más metaforával az is jó, hogyha csak úgy lefényképeznek téged, amikor nem a legelőnyösebb arcodat mutatod. És akkor ugye erre azt tudtuk mondani, hogy na, azt törölt ki azt a képet, ugye? Ez a reflex, de hát nem kell. Tehát igazából pedig azok is nagyon fontos képek, mert olyan is vagy. Ilyen is vagy, olyan is vagy, jól is nézel ki, rosszul is nézel ki ott esetben. És tulajdonképpen az a jó, hogyha az ember megpróbál megbarátkozni valamilyen szinten azzal, hogy ő milyen. Ugye? És erre a tükörben nézés, ez nagyon, nagyon hatás. Most az írás az ugyanez a funkció, csak ugye nem az arcodat nézed, hanem a, mondjuk saját magadat belülről, hogy úgy mondjam, a belső szerkezetet. Igen, de hogyha könyvet írsz, akkor végülis nem magadról írsz, mint ahogy azt az előbb elmondtad. Az ott inkább egy munka, nem? Hát a... Tehát nem olyan, mint a naplóírás, amit mondtál, hogy mindenkinek kötelező. De az is munka egyébként. Tehát úgy munka, hogy most a munkát így, tehát ne úgy gondoljunk a munkára, hogy az valami vacak, és akkor van a pihenés, ami viszont baromi jó, hanem az a jó élet, amelyiknél ez nem válik el. Hmm. Tehát, hogy te amikor dolgozol, akkor érzed meg az a legjobban például, az tök jó. Az, és akkor mondjuk a munka közben érzem magam a legjobban, ez az abszolút ideális. Tehát, hogy azért kapod a pénzt, mert amit akkor is csinálnál, ezt már mondtam egyszer, de még egyszer mondom, hogyha neked kéne érte fizetni, akkor megvan oldva az életed. Végülis mindegy, hogy mivel éred ezt el, az előbb már mondtam, hogy akár utcasepléssel is el lehet ezt érni, tök mindegy. Az a lényeg, hogy te válasz magadnak, mindenki válasz egy olyan foglalatosságot magának, amiből egyrészt valamilyen szinten megél, másrészt pedig baromi jó érzi magát, miközben csinálja. Ennyire egyszerű egyébként. A többi minden másféle értés. Aki nem ezt csinálja, az mind rabszolga. Tehát aki nem abból él, amit akkor is csinálna, hogyha ő neki kéne érte fizetni, az rabszolga. Hát, tehát a izék is rabszolgák, a sebészorvosok is, meg a sztárügyvének is, meg nem tudom, mi csinálják. Hogy ők nem szeretnek vakosni. Ha nem szeretik ezt igazából. Tehát, hogyha nem ez a mániájuk. Ha szeretik, akkor teljesen rendben van. Én ezt értem, de ezzel még mindig csak arra... De azért mondom, hogy a pályaválasztásnál, hogyha itt hallgatja valami fiatal, 16 év körüli pályaválasztásnál, ez egyetlen szempont lett. Tehát ez a régi Fideszes szlogennel, hallgass a szívedre. Tehát hallgass a szíved, csak a szíved, ide beengedni, ide be, ahogy most mutatom, nem látják, tehát ide a nem tudom hova, be kell engedni mindent, egyébként nem csak ezt, hanem mindent, ugye, és akkor egy beengeded, ott van egy olyan fajta mérőműszer valami, ami hajszál pontosan neked el fogja dönteni, hogy jó-e vagy nem. Ha rosszul csinálod, akkor rabszolgává válsz, tehát az azért, mert valami nagyon menő, vagy menő foglalatosság, azt ne válasz pusztán azért, mert menő, vagy mert sokat lehet vele keresni, mert akkor ráfáztál. Tehát csak egy van, hogy ez is mindenből meg lehet élni, az ember ezt jól csinálja, tehát hogy igazán jól, rendesen csinálja, azt mondták mondani, alázatosan, de ezt nem nagyon szeretem a szót, tehát hogyha tényleg nagyon komolyan veszi a dolgot, és komolyan veszi magát benne, akkor igazából meg fog belőle jól élni, mert ebből van a legkevesebb, tehát, hogy valaki nagyon-nagyon-nagyon komolyan takarítja az utcát, ebből nagyon kevés van. Általában úgy takarítják az utcát, ezt most metaforikusan mondom, hogy hát jó, összeszedem azt, de oda már nem megyek, mert két lépés kéne azért a csikért lépni, akkor már nem megyek, azt ott hagyom. Sajnos így van, és általában így élünk, és így dolgozunk, azért, mert a pályaválasztásunk rossz volt. Tehát olyan emberek mentek utcaseprőnek és sebészorvosnak, akiknek máshova kellett volna menniük. Igen, és én azt úgy látom egyébként, hogy az íróknál például ez a közös vonás,
Azt én nem tudom megállapítani, hogy melyik író mennyire tehetséges, de egy párral beszélgettem azért most az elmúlt időben, és én azt látom, hogy az az közös vonás bennük, hogy van bennük egy nagyon, nagyon erős hit abban, hogy, hogy azt csinálni kell, és hogy az jó lesz, és akkor általában jó is. Tehát, hogy nyilván kell némi tehetség hozzá, de kell hozzá egy elkötelezettség, meg egy hit abban, hogy, hogy van értelme leülni, megírni 500 oldalt, mert szerintem sokkal több ember lenne rá képes, hogy írjon egy könyvet, mint ahány ír, mert nagyon sok ember egy oldalon után azt mondja, hogy na jó, én nem fogok 500 oldalt feleslegesen megírni. Ezt ebben teljesen egyetértünk, ebben is. Szóval tényleg erről a tehetség dologról is így lebeszélnek mindenki. Tehát minden emberben megvan egy képesség halmaz, kiben több, kiben kevesebb, de az úgynevezett tehetség, vagy művészi tehetség az mindenkiben benne van potenciálisan, csak nem jön ki, ugye? Mert pont azt hiányzik, amit mondtál, tehát ez a energia, vagy nem tudom mi, ami kihozza. Tehát, hogy a kőolaj, az a földgáz nyomja ki a földből. Tehát most én nem akarok még ennél hülyébb példákat hozni, tehát hogy kell valami nyomás, egy ilyen erő, vagy nem tudom gondolod, micsoda. Nem gondolod, hogy ez egy ilyen önbizalom, vagy hit abban, hogy már pedig ez jó? Hát anélkül nem megy egyébként úgynevezett önbizalom nélkül, ez kétségtelen, de mindenkiben ugye az van, hogy akkor érdekes egy bármi gesztus, teljesen tágértelembe véve ezt a gesztus, tehát egy mondat, vagy egy zenei dallam, vagy egy dallam, vagy egy vonás, egy képen, innen, hogyha ez így belülről van kinyomva. Tehát, hogyha autentikus, tehát, hogyha őszinte. Te őszintén beszélsz, az nem lehet, hogy ne legyen érdekes, sőt, lenyűgöző, sőt, melbevágó, letaszít, átjár, lenyom, szétszed, megrészegít, stb. Tehát a nagy szövegek, a nagy gesztusok, azok ilyen típusú hatásra vannak azokra az emberekre, akik hajlandóak ezeket így akceptálni, tehát így rendesen befogadni. Most ennek megfelelően erre meg mindenki képes, ugye mindenki képes, mindenki valamilyen, tehát csak ezt az őszinteséget, ugye, ezt baromi nehéz mozgósítanod, hiszen te, meg én, meg mindenki egy ilyen egyfajta inautentikus életet élünk, ugye nem tudunk nem inautentikusak lenni, óvatatlanul szerepet megjátszunk magunkat, a szocializációnk által előírt dolgokat szépen betartjuk, rendesen viselkedünk, minden. Tehát ő ugye 3 éves korodban voltál utoljára rendesen őszinte. Utána már 4 éves korodban már félig meddig szocializált vagy, ugye, de 3 éves korig meg kell nézni minden gyereket, hogy milyen, ahogy fírek, forog, pofákat vág, lehasa, föl kell, két kavicsa játékelméleteket állít elő, illetve olyan rajzokat állít elő, amiket aztán később már szégyelni fog, ugye, mert azok nem ábrázolnak semmit, még nem királylányokat, meg a kislányok még nem királylányokat, és a kisfők még nem autókat rajzolnak, hanem ilyen úgynevezett krikszkrakszokat, ilyen absztrakt valamiket, mivel minden gyerek 3 éves koráig minden vonalat így a kis lelkéből vagy szívéből húz elő. Nem lehet, ezért csak tökéletesek. A koordinációs készsége nem olyan nem. Jó, hogy már a szem előtt van, amit le akar rajzolni, csak nem tudja. Hiszen menni sem tud igazából, nem? Hogy menni? Mármint a kisgyerekek nem tudnak rendesen menni. Hát, hanem úgy mennek, és úgy jelesnek, már elég jó. Hát, az korábban van szerintem. De mindegy, szóval, vagy például úgy kreatív használják a nyelvet, ugye a gyerekek rendkívül. Tehát teljesen költőjén csinálják a dolgot. Ez a híres gyereknyelv. És akkor később anyuka a puci majd megmondja nekik, hogy nem úgy kell rajzolni, hanem perspektíva van, meg nem úgy kell mondanod azt, hanem így kell mondanod. És akkor ez a szocializáció. De addig még teljesen rendben vannak a gyerekek, ilyen 3 éves korig körülbelül, addig még olyanok, mint egy ilyen tojás, tehát olyanok, mint a létezés, mint a világ egyetem, így egybe vannak, és ilyen teljesen. Utána jön egy ilyen hogy így jössz le erről a dologról, és akkor keletkezik a létezés, meg közted egy ilyen nagy szakadék, és akkor akkor már egy inautentikus létben vagy benne, tehát egy őszintétlenség halmazban. Na most, hogyha te képes vagy arra, hogy legalább pár másodpercet az életedben
És erre mindenki képes. Autentikus legyél, mondjuk bezárkozva a fürdőszobába, és ott elengeded magad. És ott nem vágsz pofákat, leszarod a sminket, meg mit tudom én, miket, hogy a hajad hogy áll. Ugye még hogyha a fürdőszobába is ezzel vagy elfoglalva, úgy értem, hogy magad előtt, akkor már nagy baj van. De hát azért, hogy általában az emberek megengedik, hogy pár percig autentikusak legyenek. Csak amikor kijönnek, ugye visszalépnek a társadalomba, akkor kezdenek el úgymond viselkedni. Akkor már kiúzzák magukat, meg megnézik, hogy hogy áll a emtőműjük, a gatya rajtuk, meg a sminkük. Hogy... És az már, az is kell, tehát én most azt nem lebeszt, tehát nem azt mondom, hogy ez hülyeség, vagy ne csináld, hanem azt mondom, hogy az írás, vagy a művészetekkel való foglalatosság, az olyan módon segít abban, hogy ne állandóan inautentikus legyél, hanem néha, amikor leülsz, akkor megenged magadnak azt, hogy őszintén rendesen beszéljél. És azok a szövegek, amelyek rendesen beszélnek, és nem hazudnak, nem játszák, nem füllentenek, meg nem játszák az agyukat, azok lesznek az érdekes szövegek. Függetlenül azt nagy író írta, vagy kis író írta, tök mindegy. És erre mindenki képes elvileg, csak gyakorlatilag ugye baromi nehéz. A legnehezebb őszintének lenni, nem? És ebből kapjuk a legkevesebbet az életbe. Gondolj bele, hogy hány embered van, akivel igazán 100%-ig őszinte tudsz lenni. Most ezt most komolyan kérdezem, van ilyen embered? Nem tudom, szerintem az őszinteséggel nem feltétlenül az a probléma, hogy még az ember nem tudja őszintén elmondani, amit gondol, hanem az, hogy elmondja valakinek, és az a valaki, akinek elmondja, nem azt hallja, mint amit én közölni akarok. Ezért aztán baromire vigyázol, hogy mondod el, és akkor már rögtön úgymond fogalmazol. Yeah. Mert hogy nehogy félre értsenek téged, stb. Tehát mindegy, most ez... Nyilván, szerintem azt nem lehet átadni. Azt, ami egy embernek a fejében van, azt összességében egy másik ember irányába semmilyen módon nem lehet átadni. Se szöveggel, se zenével, se semmivel, nem? Vagy át lehet, azt tudom. Hát, de nem azt kell átadni, hanem úgy kell, olyan konstrukciót kell csinálnod, amit amikor én meghalok, akkor az pont azt az érzést okozza bennem, mint hogyha te át tudtad volna adni. Például mondjuk egy nagy zeneszerző, az nem a saját lelkét adja át neked, ugye? Hanem azt csinál, hogy a cisz mellé egy ice, meg egy gizt, meg egy fist ír, tehát egy konstrukciót állít elő, aminek semmi konkrét köze nincs az ő lelkihez, abban az értelemben, hogy nem tudod meg, hogy abban a pillanatban milyen baja volt, vagy milyen öröm érte, vagy nem, tehát ilyeneket nem tudsz meg, mondjuk. Persze, világos. Hanem előállít egy konstrukciót, amit mikor meghallasz, érted? Maga, mikor belemegy a te, ez a konstrukció, ez a struktúra, belemegy a te lelki struktúrádba, és ezek így összecsúsznak, egymásba csúsznak, így zsüt, akkor egy olyan zsigeri érzésvilágod támad, tehát, hogy itt szinte magad előtt látod azt a valakit, akit csinálta, mert annyira érzed, hogy annyira ezt a konstrukciót, annyira ez a konstrukció annyira őszintén referál arról az ürgéről, akit csinálta, hogy te ettől így elélvezel, vagy hanyadobod magad. És akkor tökében rendben van a dolog. Igen, te azt mondod ezzel, besűrítve, amit mondtál, hogy az alkotó ember az nem magányos, mert ő át tudja adni, és vissza tud pattanni a hallgatóról, vagy a olvasóról, vagy a nem tudom enkiről. Hát ezt nem tudom, lehet mint ember, mint magánember, lehet magányos, meg nem magányos. Mondom, egy biztos, hogy... Nem, a magányos, most nem úgy értem, hogy nem beszél vele senki, hanem hogy nincsen olyan, vagy hogy az alkotó embernek van olyan ember, akiről azt gondolhatja, hogy ott van egy másik ember, aki azt gondolja, vagy érzi, amit én gondolok, vagy érzek. Igen, nagyjából ez így van. Tehát, tehát ez olyan, hogy az őszinte gesztus az lefegyverző. Mert abból kapjuk a legkevesebbet. Tehát szinte sose kapunk őszinte gesztusokat. Ha kapsz egy őszinte gesztust, akkor hirtelen te úgy érzed, hogy ilyen tehetetlen vagy.
És ez nagyon jó, mert ez ennélkül az élet baromi szar. Tehát az őszintétlenség, folyamatos őszintétlenség, az ugye úgy el lehet lavírozni a különböző szküllák és karibiszok között, a különböző ilyen veszélyes sziklák és szörnyetegek között el lehet lavírozni, érted? De ez lavírozás, és ez nem jó, mert akkor állandóan észnél kell lenned, állandóan meg kell úsznod, állandóan, és ez fárasztó, nem? Az a jó, hogyha néha el tudod magad engedni, és hagyod, hogy jó legyen a dolog. Aha. Akkor most meghallgatunk egy utolsó számot, és akkor utána megpróbálunk elköszönni egymástól. Madame und Herren, Musik. Hát jó estét kívánnék akkor mindenkinek. Ezen a jó hangulatú klub délutánon, és akkor egy karaoke show-val szeretnék kedveskedni mindenkinek, és hogy jó példával járjak elő, én magam énekelnék el egy számot. Volt egyszer egy kis maci, úgy hívták, hogy Husi Laci. Tele volt neki a pocakja, s vágyott nagyon egy barlangba. Talált is egyet a sűrű fű közt, egy puha, meleg, nedves gödröt. Felállt lassan és behúzódott, sétált ki be, sürgött, forgott. Hol van a laka a lackónak? Hol van a laka a lackónak? Hol van a luka a lackónak? De arra jött egy másik mackó, jól elküldte onnét Lackó, küldte őt egy másik helyre, egy büdös, de tágasabb rejtekbe, küldte őt el át a gáton, van más tudó is a világon. Hol van a laka a lackónak? Hol van a laka a lackónak? Hol van a luka a lackónak? Járkált újra fel és alá, de jött egy újabb macinnaná. De ezt már nem küldte el hátra, hisz ott volt már a barátja. Küldte tehát egy más irányba, a két hegyen túli világba. Hogy ott lesz neki csak igazán jó, az se baj, ha csak kis mackó. Ha bemegy, nagy lesz majd belőle, és nem marad a sapka a fejébe. Az a hely a bajnok az üregek között, egy rája ápolja kerítés mögött. Hol van a laka a lackónak? Hol van a laka a lackónak? Hol van a luka a lackónak? Hol van a laka a lackónak? Hol van a laka a lackónak? Hol van a luka a lackónak? Újra elkezdett járkálni mélyen az üregbe, és majdnem ki, de hirtelen szegényke rosszul lett. Hány ingertől szenvedett, gyorsan ki akart hátrálni, de a lyukba tudott csak kokádni. Szomorún ment ki a sűrű fűbe, próbált pihenni elterülve, de hideg volt a szabadban, igyekezett vissza szaladva, de a menedék szája bezárult, ő a pázsitra dőlt, elájult. Tán még most is, ali a szegényke, itt a vége, fuss el véle. Hát föl lehet jönni akkor a színpadra még énekelni. No, nem akarok. Bátran. Lucika, gyere! Ja, mit tudok énekelni? Lucika, gyere! Nem. De te ebbe belefér. Ezt adjál már, te hülye fasz. Ez karaoke. Mit csinálsz mostanság? Hát, amit úgy elmondanék szívesen, hogy csináltam két ilyen Facebook
projektet, az egyik az ilyen hajléktalanság projekt, a másik meg egy ilyen cigány ügy projekt. A hajléktalanság az, annak az a neve, hogy nyugodt szív, tehát hogyha beütöd a Facebookon, hogy nyugodt szív, akkor kijön, és az a lényege, hogy az emberek fizessenek be pénzt, és van egy ilyen grémium, egy ilyen társaság, akik ezzel foglalkoznak, és akkor eldöntik, hogy ez mire fordítódik. Az a célja a dolognak, ennek a nyugodt szívnek, hogy ilyen a hajléktalanok számára próbáljunk lakásokat bérelni. Igen, azt láttam, és az... Talán láttad ezt a dolgot, és ez nagyon jó, mert most már fél éve megy, és kb. Az emberek már ilyen kisebb-nagyobb pénzekből, ilyen 5000, 3000, 10000 forintokból összejött már, vagy 10 millió forint, és nagyon sok embernek tudtunk sikerült segíteni. Sikerült már olyat, hogy valaki beköltözhetett a lakásba? Többen is. Hát valami 4-500 emberek már tudtunk kisebb dolgot segíteni, tehát beköltözött lakásba, illetve kifizettünk ilyen lakbérhátralékát, és így tovább. Tehát ez az egyik projekt, a másik egy, annak az a cím, hogy cigányok és gágyok rendbe hoznak egy cigány falut, ennek meg az lenne a lényege ennek a projektnek, és a Facebookon megtalálta, tehát cigányok és gágyok, ezt beütöd, akkor gágyó DZ-vel. Akkor kijön ennek az a lényege, hogy társaság, aki akar, bárki csatlakozhat, kinézünk egy ilyen cigánytelepet vagy falut, és akkor oda megyünk, és ott megpróbálunk valamit csinálni. Tehát rendbehozunk egy-két házat, vagy gyerekekkel foglalkozunk, iskola, felkészítés, átnyomjuk őket a pótvizsgán, ez már megy is, ez a dolog, át is nyomtak a pedagógusok egy pár gyereket, meg kicsikkel szocializálódni, focizni a fiúkkal, a lányok, kozmetikázzák a lányokat, stb. Tehát egy ilyen dolog, és ezt így elindítottam, ezt a két dolgot, tehát persze iszonyú meló, meg minden, és baromi sok időmet elveszi, de végül is jó, meg örülök neki, hogy beindult, és nagyon-nagyon sokan csatlakoztak mind a kettőhöz, úgyhogy ezt mindenkinek csak merem ajánlani. Tehát még egyszer mondom, hogy nyugodt szív, ez az egyik, a másik meg, hogy cigányok és gágyok, ezt beütitek a Facebookon, akkor megjelenik az oldal. Ez mindenképp, mert a hosszú távú dolgokban ennek talán lesz jelentősége, hogyha ugye 100-120 éves lesz, és visszanézel, akkor lehet, hogy az írás, amit ugye olvasnak, gondolom pár ezren, az ahhoz képest öncélú, hogy hát, ez is öncélú. A létezés az egy öncélú dolog, tehát van célja, csak ilyen öncélja van, de az nem baj, az semmi baj nincsen. Én azt mondom, hogy én ezt önző módon csinálom, tehát nem nincs bennem ilyen altruizmus, hogy jaj, meg akarom váltani a világot, meg ehhez hasonló. Az önző ség benne, hogy én jól akarom magam érezni, mert ezt már mondtam, hogy én egy ilyen hedonista vagyok, és akkor nem érzem magam jó, hogyha látom, hogy a emberek az utcán alszanak, miközben én egy jó kis pihepuha ágyamba alszom, és ez engem zavar, meg minden, és nem furcsálom, hogy a más embereket kevésbé zavar, vagy szerintem minden ember zavar, csak valahogy én sem csináltam eddig semmit, és ezt ugye elkezdtem csinálni, és most már így... De hogy jött egyébként az ötlet? Hát régi, ezt már 2005-ben elkezdtem volna, és akkor írtam is az Életi Irodalomban három ilyen szövegem megjelent, amit az akkori miniszterelnöknek ajánlottam, a másodikat a feleségének, a harmadikat meg csak úgy, hogy csináljunk egy alapítványt, de nem akarom mondani, az akkori miniszterelnök 2005-ben mindenki után nézhet. Én olvastam, igen. Nem reagáltak rá, ami nem helyes dolog, nem szép dolog, a fenegye meg. Lényeg az, hogy ugye az egyik egy ilyen szociális bérlakás projekt, teljesen állami és önkormányzati feladat, ez a hajléktalanság ügyének az intézése, a másik szintén állami és önkormányzati feladat, egy sokkal nagyobb feladat, a cigányok integrálása. Na most az a helyzet, hogy ezt egyiket sem csinálja, egyik kormányzat sem. Tehát se a úgynevezett baloldali kormány, se a jobboldali. Én talán nem titok, hogy 2,5 évig bent ültem a parlamentben, mint LMP-s képviselő, és egész közelről megtapasztaltam azt, hogy az emberek, mármint a képviselők, mikor ilyen kulturális kérdésekről, vagy cigány kérdésről, vagy hajléktalanság kérdésről volt, akkor üveges szemmel hagyták el a terepet, mármint a patkót, mármint a parlamenti patkót, mivel hogy ezek a társadalomnak ezek a nem jó önérvényesítő, érdekérvényesítő, nem jó önérdek artikuláló csoportjai, ezek számukra nem számítanak, mivel hogy nem szavazatmaximálók. Tehát ezért aztán szerintem a civil társadalomnak kéne ezeket a dolgokat alaposan a kezébe venni, és össze kéne állni, és ezekkel a dolgokkal foglalkozni.
Azt egyébként utólag ezt a parlamenti kört, ezt hogy ítéled meg? Ez ugye nyilván neked nem egy olyan dolog volt, mint az írás, hogy ha az a hobbid, ami a munkád, az egy kitérő volt, vagy egy hiba, vagy egy tanulási lehetőség? Hát mindenképp kitérő volt, de egyáltalán bántam meg, sőt, még egy könyvet is írtam belőle, ami szerintem elég vicces, az a cím, hogy országházi divatok, és hogyha jót akarsz szórakozni, akkor nézzél bele, mert szerintem elég jól megírom benne azt, amit megírok. De hát persze azért nem csináltam végig, mert 4 év az túl hosszú lett volna, és 2,5 év után már előbb is le akartam létszelni, de aztán sikerült lelétszelnem ebből. De egyáltalán nagyon-nagyon érdekes volt, tehát egyáltalán bántam meg, hogy csináltam azt, hogy kipróbáltam. Nem lettél politikus. Tehát az hát, egy más abban az értelemben, lelki felépítést kíván szerintem. Abban az értelemben, hogy amikor úgynevezett közügyekről beszélgetünk, akkor mi valamennyien úgymond politikusok vagyunk, addig a dolog. Ugyanúgy, mint amikor én futballozom, akkor amikor játszom, akkor futballista vagyok. Tehát akkor nincs más identitásom, akkor mindent leszarok, érted? Tehát nincsenek barátaim, csajom, anyukám, mit tudom, esik az eső, fúj a szél, nem érdekel, akkor csak az a célom, hogy nyerjen a csapatom. Mert csapatomat akkor állítom össze, nem is ismerem őket az esetben, vagy nem is szeretem őket feltétlenül. Még lehet, hogy az ellenfél csapatában van a legjobb barátom, de le akarom győzni, mert ez az identitásom, érted? Ilyenkor csak ez a fajta identitásom működik. Tehát akkor, amikor te a közügyekről beszélgetsz a barátnőddel, hogy basszus, most ez van, meg az van, akkor te közben úgymond politizálsz, és úgymond politikus vagy, idézőjelben, persze nem pártpolitikus egyrészt, másrészt meg nem profi politikus, hanem amatőr, mint ahogy én is amatőr futballista vagyok, amikor nem pénzért focizom, hanem szórakozásból. Most annyira ledöbbentem, hogy végre valaki megválaszolta az én ilyen évtizedes kérdésemet, hogy lehet az, hogy a férfiak ennyire rajonganak a fociért, és hogy tudják magukat ebbe ennyire rettenetesen beleélni. Majd hívjál meg, mert ezért kb. Erről egy óráig simán. Nagyon súlyos, meg se kérdeztem, és megkaptam a választ. Úgyhogy ezzel el is köszönjük. Nagyon szép.